A községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap a nyár folyamán 15 támogatási vonalra írt ki pályázatot. Azok a községbeli mezőgazdasági termelők, akik erre jelentkeztek, és az első körben pozitív elbírálásban részesült beadott pályázatuk, szeptember 16-án írták alá a szerződést az önkormányzattal. 39 termelő és agráregyesület jutott most összesen mintegy 4 millió dinár értékű támogatáshoz. A legtöbben nagy beruházáshoz kértek községi segítséget. Kapcsolható mezőgépek, méhészfelszerelés vásárlására, biotermesztési tanúsítványok megszerzésére és mezőgazdasági tanulmányutak költségeinek fedezésére. A Városháza dísztermében tartott eseményen köszöntőt a polgármester mondott. A beruházások között túlnyomó részt mezőgazdasági kapcsolatú eszközöket, illetve új méhészeti felszereléseket találtunk. Több esetben támogattuk a felvett kölcsönök kamattörlesztését és a biotermelőknek szükséges bizonylatok megszerzését is. A nem támogatott pályázók a második körbe kerülnek, mert a költségvetés megvalósulása most ezt teszi indokoltá, bár így is pozitív a mérleg, a benyújtott 158 kérelemből 133 részesült pozitív elbírálásban. Kívánom, hogy a gazdák sikeresen, gazdaságok és családjuk boldogulására használják fel ezeket az eszközöket, és bízom benne, hogy önkormányzatunk a jövőben is legalább ilyen mértékben ki tudja majd venni a részét a mezőgazdasági fejlesztésekből. Az alap támogatási vonalaira még mindig lehet jelentkezni. Azért igyekeztünk két körbe megejteni a pénzek odaítélését, hogy a termelők minél kevesebb időt várakozzanak a pénzükre. Hiszen a pénzalapban a pénz biztosítva van a büdzsé megvalósulásának arányában. Azon a napon, amikor döntést hoztunk, a büdzsénk 45%-os megvalósulást tudhatott magáévá, így sokan átestek a második körbe is, mert túl jelentkezés volt. Vannak olyan vonalaink, amelyekre nincs is jelentkezés. Például az altalajlazítás azokon a területeken, ahol elviszkárosította a talajt. Itt most várjuk a jelentkezéseket, hiszen most van előkészület az őszi vetésekre, illetve majd az őszi kultúrák betakarítása után, amikor az őszi szántást igyekeznek a termelők elvégezni. A mezőgazdasági alap ebben az évben sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkezik, mint az előzőekben. A mostani eredmények, a jelentkezések felmérésként is szolgálnak majd a további tervezéshez, hogy a pályázatokkal az önkormányzat valóban a felmerülő igényekre reagáljon, és így segítse ezt a szektort, emelte ki Halász Mónika tanácstag. A szerződés aláíráson jelen voltak a községbeli méhészek is, akik eszközvásárláshoz kértek és kaptak anyagi támogatást. Igaz, hogy nem egy nagy összeg, de viszont nagyon jelentős, mert kedvező azokra a méhészekre, akik gondolkoznak azon most, hogy újítsa az állományát, fejleszze egy kicsit. Ez egy kis segítség, egy kis ugródeszka. Kaptárakba fektettem én személy szerint. A többi kollega is szintén van, aki kaptár, illetve kész méhállomány, illetve valamilyen felszerelés, pörgető vagy egyéb kanták, stb. Tehát sok mindenre el lehet költeni. Nagyon jól jött a segítség, nagyon örülünk neki, mert ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, illetve a község van, hát nem is gondoltuk, hogy ez létrejön. Az alaptámogatási vonalaira tehát még mindig lehet pályázni, használják ki ezt a lehetőséget. A felhívások megtalálhatók a község hivatalos honlapján.